Követnek minket. De ki? Hát az uradalom. Ó, Faragón, látszik, kilőtték a lovat. Artó Pityú, ezt rejtsd el jól. Fajankó, te pedig bújj a belsejébe. Jól látom, hogy ez kidobott egy kandallót az ablakon. Az utat figyelje? Azonnal árulja el, hol vannak a tervrajzok, amiket elloptak. Nem tudom, miről beszél. Ez egy királyfogad. Épp hazafelé tartottunk. Azonnal jöjjön ki. Tegye le a fegyvert. Körbevettük Kendet. Vödör nagyúr, én mint az országgyűlés tagja követelem, hogy azonnal ereszen el. De játszanékem az ártatlan hercegnő. Tudom, hogy önnél vannak a tervrajzok. Egy szót sem értek abból, amit mond. Ez egy királyi fog. Ön a felkelő kezére játszik. Elvezetni! A terveket nem találtuk, de az üldözés során egy kandalló repült ki a fogat ablakán. Ott lesznek a tervrajzok, abban a kandallóban. Csá, hát itt van színes hím. Tikk és még fizetni se kell érte. Lukács, a piacon vegyetek valamit télire. Rendben, Bea néni. Tássék, tássék. Vagyjanak mindenféle áskozsok-e? No, adja azt a fehíret! No, azt mennyire működik? Oliver bácsi, hát ez itt elpusztult! Hát nem szégyelled magad, te kis Berna Hajder! Hiszen ez otthonat új, most esetlen szekérő! Akkor add azt az ütött kapottat! Hozz, te miért vagy itt? Hisz nem is vagy fémből! Magam sem tudom! De érdemes engem megvenni, mivel ismerem a kandallót, amit ön megvet, és előző gazdám révén komoly politikai ismeretekkel rendelkezek, és... Lukács! Találtam tűzifát a kandallóba! No, akkor ezt a kettőt vesszük meg. Na, miattatok nem mehetek el itthonról, mert titeket kell lemosni. Hallottál te már a belső szépségről? Mert eléggé rád férne. No, ez meg mi? Hát mit keres benned egy bontatlan levél? Úgy tűnik, mintha sürgős lenne. De ki az a Kenobi Benedek? Azt mondja, hogy az előző gazdánkat hívták Kenobi Benedeknek, pedig az előző gazdánk Antal kapitány volt. Na, egy persze maradjál csöndben. Szóval, Kenobi Benedek. Nem az a vén ember, aki a környéken lakik? Lukács! Vacsora! A nyomok arra utalnak, hogy egy kandallót és egy fából készült masinát kell keresnünk. Oliver bácsi, találtam egy levelet a kandallóban, és elvileg ő valamilyen Kenobi Benedeknek a tulajdona. Véletlenül nem az a Kenobi Benedek, aki itt lakik a közelben? Ő egy bolond. Ezek a masinák már a mieink. Ne ilyenek el rágódj, hanem készülj az aratásra. De hát én nem akarom a szántóföldön leélni az egész életemet. El szeretnék utazni Budára, Pécsre, Debrecenbe, tanulni szeretnék, költő szeretnék lenni, mert ekkoriban ez a menő. Jövőre elengedem, ígérem. Egyszer, egy szép napon, tudom, hogy elhagyom a város, ahol
Ha az országgyűlés megneszéli, hogy egy ilyen fegyver van a birtokunkban, akár egészen vármegyék állhatnak a betyárok pártjára. Az országgyűlés miatt ne aggódjon. A császár véglegesen feloszlatta. De a birtokukban van a fegyver részletes leírása. Ezekről az ösmerőtökkel akár végzetes csapást is mérhetnek ránk. A halálvár elpusztítatlan. Vödör nagyúr csapatokat küldött Tatára és környékére, hogy előkerítse a terveket. Hogy a támaszpont tűzereit bebizonyítsuk, a felkelők rejtek helyét fogjuk elpusztítani vele. Csak azt nem tudjuk, hogy merre van a rejtek hely. Maga mindig ilyen kötekedő? Nein! Hékás, hát te meg mit kutatsz ott? Ó, hála a faragónak, Artú Pityunak nyoma veszett. Órák óta keresem, már kezdem azt hinni, hogy megszökött. Meg kell találnunk Artú Pityut, mielőtt még a Kunhalom lakók vidékére tévedne. Látom már, ott van előttünk. Hát itt vagy te kis limlom, ez nem helyes, hogy te csak így elkuricálsz. Azt mondja, a veszélyes élőlény közelít felénk. Na ne tereld a témát, mégis honnan tudnád te ezt? Hát, mondjuk onnan. Ó. Oh. Hé, te ott! Támad a tatár. Amottan. Adj Isten! Piacskám! Ha még kóborolsz el így kora reggel, eme veszélyes környéken? Tudja, öreg apám, ezután a masina után jöttem. Elszökött hazulról, és az előző gazdáját keresi. Bizonyos Kenobi Benedeket. Kenobi Benedek? Nem is tudom, mikor hallottam utoljára ezt a nevet. Ismeri tán? Hogy ismerem-e? Hát bizony én volnék az a bizonyos Kenobi Benedek. Akkor biztosan Kendi ez a masina. Van benne egy levél, ami önnek van címezve. Na de iparkodjunk, és majd én nálam beszéljük ezt meg. A Kunhalom lakók ostoba teremtések, de hamar rájönnek, hogy nincsen itten semmilyen tatár. Tessék, fiam! Ez édesapádé volt. Azóta őrizgetem, mióta megszülettél. Mostantól már a tiéd. Ha nem jóját, ismerte apámat? Ismertem ám. Ő volt Égenjáró András. A Kárpát-medence legjobb lovasa volt. Mink lovagok voltunk, és az országot védelmeztük, mikor az még virágzott. Azonban egy ifjú lovag, Vödör, a lovagrend ellen fordult, és lemészárolta őket, apádat is beleértve. Na de ne a múlttal törődjünk, hanem nézzük csak azt a levelet. Tisztelt Kenobi Benedek, Orgona Lila hercegnő vagyok. Ön harcolt a török ellen, és most arra kérem, hogy segítsen az uradalom legyőzésében is. Kocsimat üldözőbe vették a katonák, és mikor a önhöz ér levelem, én már fogoly leszek. Van még remény. Ennek a kandallónak a belsejében van elrejtve az uradalom titkos fegyverének, a halálvárnak a tervrajza. Juttass el apámhoz orosházára, és mentse meg a hazát. Kérem, segítsen Kenobi Benedek, ön az utolsó reményünk. Ezt nem hagyhatjuk annyiban. Irány orosháza! Jó estét, hercegnő! A tervrajzokat hamarosan előkerítjük. Én addig kiszedek pár információt önből. Ki fogom kapcsolni, amit elárulja, hol van a lázadók rejtek helye. Michael Kors, jól áll rajtad, baby. Ne takard, hadd lássák, hogy tényleg. Atya ég, hát hogy voltak a Kunhalom lakók ilyen szörnyűségre képesek? Ezek nem ők voltak. Látod azokat a pontatlan, szerencsétlen lövésnyomokat? Így csak az uradalmi rohamosztagosok tudnak lőni. Ha az uradalom a masinákat kereste, akkor biztos megtudta, hogy mi vettük meg őket. És most arra már ott lehetnek a... Ne, Lukács! A Westernbe rohansz!
szavasz. Jöttem háztűznézőbe. Na húzzál vissza rajzolni most rögtön! Ne bánkodj, Lukács! Nem tudtad volna megmenteni őket. Gyere velem Orosházára, és mentsd meg a hazát. Íme, Moson-Magyaróvár. Itt találunk fuvart. Hé, maguk! Menjenek le a járdáról! Nem tudják, hogy ezt a gyalogosoknak van fenntartva? Tehát ez a csikó gyalog van. Ha már ilyen vicces kedvükben vannak, adják ide azt a két masinát. Az uradalom pont ilyeneket keres. Nem ezeket a masinákat keresi, Kend. Nem ezeket a masinákat keresem. Utunkra engedhet. Utukra engedem önöket. Eridjenek. Látod, Lukács? Az erőnek, amely átjárja a lovagokat, hatalmas ereje van. Ez benned is megvan. Vigyázz! Ez a hely tele van bűnözőkkel, hamiskártyásokkal, csempészekkel, gyilkosokkal és soros bérencekkel. Hát egy életem, egy halálom. Érvíza megpróbálom. Én elmegyek, elintézem a fuvat. De addig vegyülj el. Kocsmáros, egy citromos sört legyen szíves, de alkoholmenteset. Hogy mi? Nem tudom, honnan jöttél, fiacskám, de ez itt nem szokás. Minimum egy jégerkopi, de abból is két deci. Velünk nem érdemes fackázni, mert mi kemény fiúk vagyunk. Engem például hónapok óta keresnek egy bizonyos kőbányai incidens miatt. Mutasd meg, milyen kemény is vagy valójában. Ha ügyes vagy, meghívlak valamire. Ne adok én neked! Na kit vegyek még kezelésbe? Bemutatom néked Subakkát. Ő kocsi tulajdonos. És valószínűleg velük eljutunk Orosházára. Velük? A becses nevem Egyedüli Hán, a 100 éves túró kocsisa vagyok. Subi mondta, hogy fuvar keresnek Orosházára. S gyors a Kent kocsija? Hogy gyors-e? Uradalmi harci kocsikat hagyott le röpke másodpercek alatt. De nem holmi összvéreket, hanem az egész lovasságuk legképzettebb paripáit. Ezen kívül másfél lóerős. Hihetetlen. Hogy értékel ezt a teljesítményt? A szürke marhasz hárnyakat ad. Hát, ez titok. De visszatérve az üzlethez, a fuvar 10 000 krajcárért vállaljuk. 10 000? Ennyiből egy államadósságot ki tudnánk fizetni. Nyugalom. Az uradalomban egyetlen jó dolog van. A nyugdíj. No, akkor áll az alkú. Szerintem készülődjenek az előző hercehurcájuk felkeltette egyesek figyelmét. Add el a lovat, amivel jöttünk. Már nem lesz szükségünk rá. Én addigra idehozom a masinákat. Ők azok, akik a kocsmában baléztak. Rendben, azonnal intézkedünk. Subi, menj és etesd meg a turult! Egyedüli, was hast du ungefähr? Girnyó, épp hozzád indultam, meg lesz a pénz. Alles Tätigkeiten haben Coco die Gorilla Dame mit Eis bedeckt. De hát, ma délután már meg lesz a pénz. Und wie viel Goldzügig hast du immer am Abend? És pont téged küldött értem. Ó, micsoda szégyen teljes halál. Unsere Großmutter ist zerstört. Bocsi, nem dohányzom. Bárki bármit volna, de én lőttem először. Hander Egyedüli. Du Hähnchen Tomatensuppe. Endlich du bist hier und heute. Csaba királyfi, jó újra látni. Zum Beispiel vielleicht eine Meerschweinchen Grundschule Abitur. Zu viel Jobben und du bist ein Hörnchen. Das dünne Schlange ist tot, leider. Kár érte, kiváló ügynök volt. Aber weil hast du keine Erlebnis bei kurzem Mittwoch empfehlen und Herr große Hundesitter?
Figyelj Csaba, ma lerendezek egy fuvart és estére itt vagyok 9000-rel. Ja, das ist gut. Super fantastisch. Danke für die Auskunft. Hát ez meg mi az Isten verte tákolmány? Ezzel a falu határaig se jutunk el. Azt mondja, hogy szálljunk be, mert mindjárt indulunk. Subi! Fogd a gyeplőt! Társaságuk akadt!